szép jó reggelt július 27-ének reggelén, ami ugye egy szombati nap, és úton vagyunk, ahogy látjátok, nem véletlenül vagyunk a kocsiban, mármint Martin is itt van, azért beszélek többes számban. Möchtest du was sagen? Jó reggelt! Bisschen lauter, damit... Jó reggelt! Nagyon jó! Nagyon jó! Na szóval úton vagyunk méghozzá. Möchtest du sagen, wohin wir fahren? Na, Villingen-Schwenningen. Így van, Villingen-Schwenningenbe utazunk, ami ugye Baden-Württemberg tartományban van, ott a Fekete-erdő környékén. És hát, hogyha így nézitek a vlogjaimat, akkor voltam már itt egy párszor, mert hogy az én drága jó barátnőm Vanda ott lakik, illetve Petra is, aki barátnőm és német pótanyukám egyben. Szóval őket látogatjuk meg, de ez csak az utazáshoz. Hoz Baden-Württemberg, de nél von Köln? Hehehe, lustig! Mindegy. Szóval igen, hogy két apropója van a látogatásunknak. Az egyik az az, hogy időt töltsünk el Petráékkal és Vandáékkal. A másik pedig az, hogy Martinnak kedden van egy próbanapja egy helyen, ami lehet, hogy a jövőbeli munkahelye. Az egyik vlogban említettem már nektek, hogy felmerült nálunk a költözés esedékes lehetősége. És hát elég sok múlik ezen a próbanapon. Ezt a témát érintve, úgyhogy majd elválik, hogy hogy fog neki tetszeni, meg hogy fog neki a környék tetszeni, meg természetesen a munka, hogy fog neki tetszeni, szóval igen, majd biztos, hogy valamilyen úton, módon értesültek így erről az egészről, de ez egy kicsit hosszabb folyamat lesz, hogy eldöntsük ezt az egészet, mert pont tegnap felmerült egy állás lehetőség ott Zuhlingenben is, ahol lakunk. Úgyhogy majd elválik, hogy mire esik a választása. Na mindegy. Ahogy mondtam, ugye ma szombat van, ma utazunk oda, már úton vagyunk, hát 5 előtt nem sokkal indultunk, most pedig már 3-7 van, de még mindig előttünk van kb. 300 km, úgyhogy még menni fogunk egy darabig. És majd kedden vagy délután este felé, hogyha végzett a próbanapján, akkor jövünk haza, de az is lehet, hogy majd csak szerdán indulunk hazafelé. Majd elválik. Az egyetlen, amit egy kicsit bánok, hogy az öcsémnek kedden van a 25. születésnapja, és most nem tudok ott lenni, de mivel ő is dolgozik, ezért akkor a probléma nincsen belőle. Megbeszéltük, hogy mivel pénteken szabad napja van, majd pénteken fogjuk beputolni az ünneplést. És igen, konkrét tervünk, hogy mit fogunk csinálni ez alatt a pár nap alatt, nincsen. Ma valószínű, hogy Petráékkal leszünk, holnap találkozunk Vandáékkal is. Azért beszélek így róluk is többes számban, mert hogy párban járnak. Szóval, hogy a partnereikkel is találkozunk akkor természetesen. És hétfő lesz az a nap, amikor úgy gondoljuk, hogy kettesben felfedezzük egy kicsit ott a környéket. Utána kedden Martinnak van a munka, a próbanapja. Nekem nincsen semmiféle tervem kedre, de biztos, hogy nem fogok unatkozni. És így ennyi, de majd úgy is meg fogom mutatni, vagy meg fogjuk mutatni, hogy mi történik, vagy mi nem történik. Szóval gyertek velünk a Fekete-erdőbe, és nézzük meg, hogy hogy néz ki ott. És nézzük meg, hogy merre halad majd az életünk. Na, itt is vagyunk már Villingenben. Darf ich dich filmen? Itt van a Petra. És itt van a Thomas. És itt vagyunk Villingenben. Ja, ist die Kirche nochmal? Weißt du, Münsterkirche. Ist die Münsterkirche. Münsterkirche. Was ich fragen wollte. Das ist alles handgemalt. Sieht so aus. Martin meinte ja. Wie sieht das? Kézzel festett. Nagyon szépen néz ki amúgy a város. Jó reggelt, ma már 29-e van, vasárnap. Hát tegnap szinte semmit nem vlogoltam, ennek pedig az az oka, hogy megérkeztünk, és annyira jól esett így Petráékkal, illetve utána Vandáékkal is eltölteni az időt, hogy teljesen elfelejtettem, illetve nem is volt így kedvem a kamerát a kezembe venni, és ezzel megzavarni a pillanatot. Remélem, hogy ezt megértitek. Most a vendéglátóink elmentek a szokásos vasárnapi edzésükre, mi pedig addig elkészültünk Martinnal, és most elmegyünk egy pékségbe, nem tudom miért tartom Ferdin a kamerát, hogy utána tudjunk bráncsolni, amikor hazaérnek Petráék. Utána pedig még nem tudom, hogy merre indulunk Martinnal, viszont oda most már tényleg viszem a kamerát magammal, mert hát legyen is ebből a vlogból valami még.
Na, már meg is jártuk a zsömlehozatalt, és arra gondoltam, hogy megmutatom a mai outfitemet, ami egy ilyen hosszú jumpsuit. Sötétkék alapon, szerintem itt most inkább feketének néz ki, de amúgy sötétkék alapon fehér böttyös, ami most passzol a pedikűr manikűrömhöz, amivel amúgy nem vagyok elégedett, de majd erre szerintem kitérek máskor vagy később. Szóval igen, ez a jumpsuit az ASOS-ról van, és egy picit elszámoltam magam, ami a ruházkodást illeti, mert hogy, ugye megmutatom, hogy hát annyira jó idő nincsen. Azt hiszem, hogy ilyen 18 fok van most. Kimegyünk a balkonra. Ha ki tudom nyitni, mert tegnap is problémáim voltak vele, de úgy látszik, hogy erősebb lettem. Amúgy gyönyörű nagy balkonunk van Petráéknak. És hát esős az idő. Ilyen 19 fok van, aminek nagyon örülök, mert végre tudok aludni, és hogy nem döglik meg az ember a melegtől, viszont nem hoztam magammal semmiféle pulóvert, vagy kardigánt, vagy ilyesmit, úgyhogy ilyen nyári szerkókba nyomom, de legalább tudtam egy picit sminkelni, mert nem izzadom le. Javítanám is magam, mert hogy ma nem 29-a vasárnap van, hanem 28-a. A hajam, igen, hiába nincsen meleg, egyszerűen így el. Kezdem megszokni, és amit mesélni akartam nektek a pedikűr manikűrrel kapcsolatosan, nem tudom, hogy ez így kit érdekel, vagy kit nem, ugye eleve fenntartásaim voltak szalonkeresés közben is, mert itt nagyon-nagyon sok ilyen ázsiaiak által üzemeltetett szépségszalon van, és hát igen, a minőség hagy kivetni valót maga után. Itt, amikor voltam először, ez is egy ilyen szalon, akkor elégedett voltam, úgyhogy örömmel mentem másodjára is, mert második alkalommal sem tetszett annyira az eredmény, viszont most a harmadiknál nagyon elégedetlen vagyok, és az a baj, hogy én nem az a reklamálós típus vagyok, és akkor még finoman fogalmaztam. Egyetlen egy körmömnél szóltam a hölgynek, hogy hát az ott foltos, és nem igazán akarta látni, hogy hol, pedig egyértelműen látszik. Az összes körmöm foltos amúgy, illetve hepehupásan van felvive ez a séllak rá. És a lábamon például a bőrt is össesillakkozta, és utána nem törölte le, úgyhogy úgy rákötött ez a sillak. Mindegy, persze lejön idővel, de hogyha az ember ilyen összeget kifizet, 70 eurót fizettem pedikűrért, manikűrért összesen, ha egy ilyen összeget kifizetsz egy szolgáltatásért, akkor azért szeretnél vele elégedett is lenni. Illetve tegnap előtt voltam, igen, pénteken voltam, és ezt nézitek, hogy ma mit látok. Onnan már le is pattogott. Az első két alkalommal nem volt ilyen gondom vele, nem tudom, hogy ez most így a színnek a hibája-e, vagy közben Martin ott van a háttérben, vagy hogy minek köszönhető ez az egész. Igen, utána küldtem képet a barátnőimnek, hogy én reagálom-e túl, vagy hogy tényleg az egyik barátnőm végzett otthon ilyen pedikűrös, manikűrös, műkörömépítő tanfolyamot, úgyhogy ő ez így ki is ismeri magát, és hát írták, hogy nem reagálom túl, tényleg elég összecsapott munka. Utána megmutattam Martinnak is, aki így biztatott, hogy igenis álljak a sarkamra. Én tényleg öntudatosnak tartom magam, viszont ilyen téren nem vagyok az. Nem reklamálok, nem állok ki az igazamért, és tudom, hogy ezt fejlesztenem kell, úgyhogy egy kis ösztökélésre, de végül felhívtam a szalont, és mondtam nekik, hogy elégedetlen vagyok az eredménnyel, most, hogy itthon jobban megnéztem, mert hogy ott nem is volt igazán időm rá. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon sietnek mindig a szalonban, egy óra alatt készen voltam pedikűrrel, manikűrrel együtt, ami tulajdonképpen lehetne akár jó is, hogyha az ember ilyen gyorsan megvan, viszont hogyha ez a minőség rovására megy, akkor már annyira nem jó a dolog. És hát az az illető, akivel beszéltem, ő nehezményezte, hogy miért nem akkor szóltam, mondtam, hogy azért, mert mentem tovább utána rögtön, mert dolgom volt, és hogy nem is néztem meg jobban a munkát, de hogy küldök nagyon szívesen képeket, akár a Facebook oldalukra üzenetként, hogy lássák, hogy tényleg összecsapott munkáról van szó. Nem kell. Menjek vissza a szalomba minél hamarabb. Mondtam, hogy elutazom, ugye jöttünk ide a Feelingen-Schwenningenben, és mondta, hogy oké, akkor mi is visszamegyünk, akkor kaptam egy időpontot. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mit mondanak, bár az az igazság, hogy úgy elment a kedvem teljesen attól, hogy ebben a szalomban csináltassak bármit is még. Viszont más szalon meg, most azért másik városban nem igazán szeretnék elutazni, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ezzel. A körmeimet is, főleg a lábamon, hát így srégen vágta le a hölgy. Igen. Ott kellett volna Ivikinek kinyitni a száját, tudom én ezt nagyon jól.
és gyakorolni is fogom, de ez olyasmi, ami számomra nagyon-nagyon kellemetlen, hogyha reklamálnom kell valami miatt, és igen, tényleg. Ki kell állnom az igazamért. Ennyit akartam így röviden tömören elmesélni erről, meg hogy most ez így még le is pattogott, hát nem röbdösök az örömtől, hogy őszinte legyek. Majd meglátjuk, hogy mit mondanak, hogyha visszamegyek, és én megpróbálok más személyt keresni, vagy más szalont, vagy tényleg hát, hogyha a barátnőm, aki amúgy itt lakik tőlem, nem olyan messze, meg tudná csinálni. Így ez nekem az tök jó lenne. Na igen, ennyit akartam, most pedig várjuk Petráékat, addig igyekszem valami programot kinézni magunknak, hogy hova menjünk, mit csináljunk, gondoltunk rá, hogy esetleg átmegyünk Svájcba, mert hogy ugye itt van nem messze, és hogy ott autókázunk egy kicsit, mert hogy nagyon-nagyon szép Svájc, de arra is gondoltunk, hogy itt a környéken, vagy a Bodenseehez elmegyünk, az is itt van, ugye nem túl messze. Úgyhogy hát az időjárás sajnos nem kedvez nekünk, még mindig jobb, mint hogyha 38 fok lenne, mert akkor én a halálomon lennék, de hát ilyen időben se lehet nagyon elmenni kirándulni és valamit csinálni, de azért próbáljuk a maximumot kihozni a dologból, és most jó sokat beszéltem, úgyhogy lehet, hogy mégiscsak lesz ebből a vlogból valami, de remélem, hogy azért mutatni is fogok majd nektek többet. Zósec, kamera läuft. Jó napot! Möchtest du noch was sagen? Na mi van? Noch was? Jó volt. Itt van Petra. Köszönöm! És Thomas vezet éppen. Also wohin fahren wir? Wer möchte das sagen? Titisee. Titisee Neustadt. Titisee Neustadt. Az a következő állomásunk. Most pedig majd, hogyha tudok, akkor mutatok nektek egy kicsit a tájból. Itt vagyunk már Titisee Neustadtban, és bejöttünk egy ilyen szuvenyír shopba, ahol ilyen gyönyörű órákat lehet vásárolni. Hát az előbb láttam, megmutatom, ez a kedvencem, ezzel így akár el is tudnék játszani. Az ára is a kedvencem, 1300 euróért, de nagyon-nagyon jól néz ki. Itt pedig a tipikus fekete erdőbeli népviseletet láthatjátok, ezzel a szalmak alappal, aminek a tetején ilyen piros pomponok vannak. Ezt mindjárt megpróbálom megmutatni még, mert hogy vannak itt ilyen kalapok is. Itt ilyen sörös korsók vannak, hát van itt minden, kérem szépen, el lehetne költeni nem is tudom mennyi pénzt. Ja meg, embereket nem filmezhetek. Ezek is nagyon-nagyon aranyosak. Jövünk fel az üzlet emeletére, és minthogyha karácsony lenne, ezt nézzétek. Jó Istenem! Annyira várom amúgy a karácsonyt, hogy ezt elmondani nem tudom. Jó Istenem! Húgömbök. Mindenféle karácsonyi díszek. Itt van Martin is. Ó, vizűz! Ebből pedig ilyen komplett karácsonyi falut lehet építeni a kis házikóból. Hát ez itt maga, kérem szépen, a tömény karácsony. Ezt nézzétek, itt még világítanak is a házikók. Kivárja már a karácsonyt, írjátok meg hozzászólásban. Egy kis karácsony, így július végén. Na itt vannak azok a kalapok, amiket az előbb mondtam nektek, hogy ez itt a fekete erdei népviselet. Ha valaki tipikus szuvenyírt akar a Fekete Erdőből, akkor itt van Fekete Erdősonka, de ami még jobb, itt van egy ilyen kis szett, amiben van Fekete Erdősonka, Fekete Erdei, hát ezt meg nem mondom, hogy mi. Nem sörnek néz ki, de ott van rajta, hogy sör. Sör és hozzá egy szép kis pohár. Itt pedig szintén Fekete Erdősonka vágódeszka, és ez kirschwasser, ez olyasmi, mint a mi pálinkánk, csak ez ugye megyből. Természetesen nem olyan erős, mint a magyar pálinka.
voltunk az előpekben az órás üzletben, és láttam órát 18.000 euróért, természetesen nem vettem meg. Most pedig mindjárt 4 óra lesz, és szeretném megnézni, illetve nektek is megmutatni, hogy milyen órajáték veszi kezdetét 4 órakor. Das ist so mies, haben uns da jetzt hergestellt. Bist du hoch? Na kérem szépen, így néz ki a titizé, éppen esik az eső, úgyhogy hát nem szép napsütésben látjuk. De nagyon aranyos, nagyon jól néz ki, itt vannak ilyen kis csónakok, amiket ki lehet bérelni, és nyilván lehet tekerni, így lehet egy kicsit vízibiciklizni úgymond, lehet amúgy úszni is itt. Itt a kacsák úsznak, most senki más nem úszik, itt nincs ahhoz megfelelő idő, de szerintem el is teszem a kamerát, mert hát igen, ennyire esik sajnos. Tegnap sajnos semmit nem mutattam meg abból, hogy mit ettünk, pedig isteni grillezett halat vacsoráztunk salátával, és hát minden nagyon-nagyon finom volt. Most úgy voltam el, hogy mindenféleképpen megmutatom ezt a gofrit, amit az előbb Tomás készített nekünk. Újabb nap, méghozzá újabb hétfő, újabb bejelentkezéssel. 29-e van, és kettesben vagyunk Martinnal, mert hogy a vendéglátóink már elmentek dolgozni. Mi pedig lassan indulunk, mert készen is vagyok, miért megmutatom úgy az outfitemet, ha bárkit is érdekel. És először is elmegyünk Aldiba vagy Lidlbe, most itt nagyon fényes vagyok, mindegy, és veszünk valami reggelit. Utána pedig nem tudom, hogy merre megyünk, mert beszéltünk róla, hogy megyünk Konstancba. Én ott ugye már voltam a múltkor Vandával, viszont Martin még nem, és nagyon-nagyon szép. És akkor egy kicsit látnánk a Bodenzéből is, mert hogy ott kezdődik, hogy hát ott már van Bodenzé. És utána azt beszéltük, hogy egy ilyen háromszöget formálva átmegyünk egy kicsit Svájcba. Ami szintén tök jó lenne, mert hogy azon kívül, hogy Vandával a múltkor ott egy kicsit eltévedtünk, és kb. 10 percet voltunk Svájcban, még nem voltam Svájcban, és Martin is azt hiszem, hogy csak gyerekként, szóval az is tök jó lenne. Utána meg jövünk hazafele, mert hogy este meg szeretnénk elmenni étterembe, így Petráékkal és Vandáékkal. Ja, Istenem, és nem kapok levegőt, szóval igen, ennyi tervünk van mára, és akkor megmutatom a mai outfitemet, bár a vacsihoz szerintem átöltözök, de hát majd azt is megmutizom. Közben ne zavarjon senkit, hogy Martin ott van a háttérben. Na szóval, ma is egy jumpsuit van rajtam, viszont ez egy ilyen rövidnadrágos és teljesen fekete. Amúgy ASOS saját márkás ez is, mint a tegnapi, egy leggingszel, és a Birkenstockomat veszem fel, de elviszem magammal a kis fehér sportcipőmet, mert lehet, hogy Svájcban egy kicsit gyalogolni kell. És igen. Szóval indulunk. Saját! Darf ich dich filmen? Ich darf filmen. Wohin fahren wir, Baby? Ein bisschen durch die Gegend hier, alles angucken. Ja. Ich habe eben erzählt, dass wir wahrscheinlich nach Konstanz fahren und dann nach Schweiz oder in die Schweiz. Wie ist das? Ihr werdet es gleich sehen, wo wir landen. Ja. Genau. Mindent meg fogok nektek mutatni, Martinnal együtt. Komm, Baby, lass uns zusammen zeigen. Ja. Na szóval, később találkozunk. Aber erstmal kaufen wir was zum Frühstücken. Ja, für mich. Ja, für mich kaufen wir was. Kleines nekem is azért, nekem is. So. Genau, also, los geht's. Na és akkor egy kis látkép feelingen-sveningenből így az autóból. Nem tudom, hogy így mennyire van értelme, vagy mennyire nincs. Itt amúgy, itt van a Hauptbahnhof, mi az magyarul? A vasútállomás. És itt van amúgy a városcentrum is. És itt pedig volt egy autó, ami magyar vizsla felirat volt, nem tudom, hogy itt élő magyarok autója volt-e, mindegy. Ahogy látjátok, nagyon-nagyon szép időnk van, jelenleg legalábbis. És itt azért is próbálok így mutatni valamit így a városban, mert hogy szerintem nagyon-nagyon szép házak és épületek találhatók itt.
Ja igen, azt akartam még mondani, hogy itt van a városközpont is, itt van egy ilyen kis sétálós rész lekerítve, ahol ugye üzletek vannak, meg ott szokott lenni piac is, amin voltunk szombaton, viszont abból ugye sajnos semmit nem mutattam be nektek. Viszont holnap ugye Martinnak van a próbanapja, én pedig be fogok menni majd egy kicsit a városba, hogy ne otthon unatkozzak, és majd akkor igyekszem egy kicsit mutatni belőle. Közben elnézést, hogy itt van ez a, nem tudom, hogy minek hívják, napellenző, napvédő. Szóval igen, feelingen, swellingen, majd meglátjuk, hogy ez lesz-e az új otthonunk. Ezt nézzétek, milyen szép itt minden. Lankás, hegyes, völgyes, zöld, erdős. Hát a kamion annyira nem szép, csak gondoltam, megpróbálom a túloldalt is megmutatni, de ott most csak fák vannak. De mindegy, így folyamatosan annyira szép táj tárul elénk. Na, közben mégsem megyünk Konstancba, mert megbeszéltük, hogy most azt kihagyjuk. Én már ugye voltam, Marti meg azt mondta, hogy inkább menjünk Svájcba, úgyhogy most Svájcba megyünk. Méghozzá a Rheinfallhoz, ami Európa egyik legnagyobb vízesése, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Megnézzük majd, hogy milyen hajótúrákat lehet ott csinálni, és hogyha kedvünk támad, akkor elmegyünk egy ilyen hajótúrára is a vízeséshez. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok tényleg, mert ahogy mondtam, Svájcban még nem voltam, ilyen vízeséssel nagyon láttam, hát a fátyol vízesés Magyarországon, de azért van egy kis különbség a kettő között. Szóval nagyon-nagyon örülök, hogy ennyire gyönyörű időnk van hozzá. Sát? Freust du dich? Yes. Szóval igen, megyünk Svájcba. Remélem, hogy a szélvédőn lévő koszt nem veszel semmit annak az értékéből, hogy milyen gyönyörű a táj. Hát én egyszerűen le vagyok nyűgözve. Németországban is nagyon-nagyon szép volt, de hát itt Svájcban pedig még inkább ilyen hegyvidékes, és egyszerűen mese szép. Na itt vagyunk, leparkoltunk az autóval, és már le is jöttünk egy darabon. Lépcsőn, onnan fentről jövünk amúgy, valahol ott parkoltunk, lépcsőn meg hát ilyen lejtős, meredek kis cuccoson, nem baj, mert egyszerűen annyira megéri a látvány, megmutatom nektek. Itt van mögöttem. Hát du? Ja! Ott várakoznak szerintem a turisták, hát mi is azok vagyunk, hát a hajóutakra, amivel ugye ott van az a sárga, nem tudom, hogy mennyivel látjátok, az megy elvileg a legközelebb a vízeséshez, és oda is van írva az interneten, mert utána néztünk, hogy hát ott elég nedvesek lesznek az emberek, nem tudom, hogy mi melyik hajóval fogunk menni, de szerintem azért közelebb megyünk majd a vízeséshez. Amúgy elképesztő, és remélem, hogy hallottok valamit, mert elég hangos maga a vízesés, és még mindig nincsen szélvédőm, de remélem, hogy hallotok. Ott fent pedig ist sein Burg. Ah, da seid ihr. Közben Skype-olunk Martinnak a nagyszüleivel is. Hallo! Hallo! Macht das auch? Na igen, gyorsan Skype-olunk, utána megmutatom Hallo. Nektek tovább. Megpróbálok egy kicsit rázumolni nektek. Ja. Ott látjátok a sárga hajót, hogy oda teljesen beálltak a vízesés alá, úgymond. Elképesztő ekkora víztömeget látni amúgy. Én tényleg nem láttam még ilyen vízesést, úgyhogy ez tényleg nagyon-nagyon újszerű élmény. Ahogy az előbb mondtam, az meg ott szerintem valamilyen vár, meg ott van valamilyen templom is, de hát ugye egyáltalán nem ismerem ki magam. A víznek a színe is gyönyörű, ilyen zöldes, kékes, türkizes, elképesztő. Szerintem amúgy a hajón nem igazán fogok tudni majd filmezni, attól függ, hogy melyik hajóval megyünk majd ki, mert nem nagyon szeretném, hogyha teljesen vizes lenne majd a kamera, de amit tudok, azt mutatok úgyis. Ezt nézzétek amúgy, hogy mennyire király dolog az, hogy itt egyszerűen le lehet ülni. És itt nem tudom, hogy itt tényleg ingyen és bérmentve is teljesen szabadon lehet grillezni is, de leülni mindenképpen. És tök jó, hogy vannak itt is éttermek, meg lehetőség kajálni. Például ott a víz közepén az is egy étterem, de gondolom, hogy elég borsosak az árak. És itt egyszerűen leülhetsz tök nyugodtan, Marti mindenképpen benni akar lenni a képben, és megeheted a kis szendvicskédet, vagy a kis almádat, vagy nem tudom midet, úgyhogy közben gyönyörködsz ebben a kilátásban. Felszállt
felszálltunk a hajóra, és már az előbb mondtam Martinak, hogy már most örülök, hogy csak a negyedórás hajóútra váltottunk jegyet, mert hogy már most imbolyog a hajó annyira, hogy a gyomromban is érzem. Csett, mi itt hír? Lieber kurze Fahrt, falls... Igen, inkább a rövidebb utat választottuk, nehogy az legyen a vége, hogy 5 perc után már hányás lesz a dolognak a vége, és ezzel is látunk amúgy mindent, úgyhogy ez is tökéletes. Elindultunk, az előbb még szerencsé, hogy van nálam ilyen hányigára való gyógyszer, kellett egyet bevennem, mert hát erősen félek attól, hogy kidobom a tacsot, de reméljük, hogy ez nem fog megtörténni. Minden esetre elindultunk, és tényleg remélem, hogy fogtok belőle hallani valamit, mert hogy tudom, hogy szél van meg minden, és esküszöm, hogy meg fogom venni ezt a hülye szélvédőt. Igen. Amúgy érezni nagyon, hogy hűvösebb itt a levegő a vizen. Remélem, hogy hallottok még valamit a vízmarajláson kívül. Vége van a hajótúrának, és hát sikeresen túléltük hányás nélkül. Most pedig egy szuvenyír shopban voltunk. És ezt nézzétek, hogy milyen aranyos kis fiú nadrágot találtunk. Martin a képeslapokat nézegeti, a kötelező, ide hirtelen akartam mondani, hűtőmágnes pedig már meg is vettük. Nagyon-nagyon jó volt, de elég is volt ez a negyed óra. Remélem, hogy látjátok, ott vannak a kacsák, meg a halacskák is. És ezek az itteni halak. Hát, hogyha keresztre feszítenének, se tudnám lefordítani őket magyarra, mert magyarul se ismerem a halfajtákat. De hát így, aki kép alapján felismeri, az előnyben részesül. Itt van amúgy egy ilyen mászópark, kalandpark, nem tudom, hogy milyennek a neve. Hát az én kalandparkom az volt, hogy feljöttem itt a lépcső meg az emelkedőkön. Mutatom az eredményt, mint hogyha lezuhanyoztam volna. De nem baj, túl vagyunk rajta. Nem tudom, mennyire ismeritek ki órákkal magatokat, én szinte semmennyire, de itt készülnek a híres Schaffhausen órák. Ugye Schaffhausen városában voltunk, csak így érdekességképp gondoltam, megmutatom. Még egy kis svájci vidék így nektek. Hát a szélvédőnket úgy láttam, hogy lekaksiszta egy madárka, de nem baj. A látvány így is nagyon-nagyon szép. Ott meg a svájci tehenek vannak. Ez meg itt kérem szépen az én benzinkutam, Évi szuper. Megálltunk Donaueschingenben valamit enni, Martin keresett a neten valami étteremszerűséget, és talált is egy sörkertet, itt van mellettünk amúgy egy fürdő, és a sörkertjében mondjuk is teljesen olyan érzésem van, mint hogyha Magyarországon lennénk. Ez in Ungern, oder Schatz? Na igen. Most voltunk vacsorázni így 6-osban, és hát ott semmit nem vettem fel, mert hát egyrészt megint a társaságnak adtam át magam, másrészt annyira éhesek is voltunk, hogy szinte rögtön elkezdtünk vacsorázni, mihelyt kiszolgálták a kajákat. Úgyhogy igen, most csak egy ilyen helyzetbejelentkezés következik. Most megyünk Petráékhoz, aztán meg szerintem alszunk, mert hogy hogy holnap Martin csinálja a próbanapját. Bibi. Kippe, az old, das ist kein Kippe jetzt. Kojak. Kojak. Bist du aufgeregt wegen morgen? Wie, nein. Bisschen schon. Igen. Én pedig kifogom, hoppá, közben fókuszálj. Én pedig kifogom használni a lehetőséget, és ahogy mondtam, be fogok jönni egyedül a városba, de azt majd úgy is mutatom nektek. Szóval szerintem mára ennyi. Július 30-a kedd van, ami azt jelenti, hogy ma van az én drága egyetlen öcsém 25. születésnapja, úgyhogy Albi, ezúton is nagyon-nagyon sok boldog születésnapot kívánok neked. Sajnos már nem tudok vele ünnepelni, mert hogy mi Villingenben vagyunk, ő pedig otthon Zuhlingenben, de pénteken szabad napja van, úgyhogy pénteken fogjuk megünnepelni közösen. És
Hát dél lesz, 4 óra múlva. Én pedig most lettem kész, 9-ig aludtam, én nem tudom, de mióta itt vagyunk, én olyan jókat alszom. Biztos közrejátszik az is, hogy sokat hűlt a hőmérséklet, és hogy végre tudok éjszaka nyugodtan aludni, úgyhogy nem ébredek fel, nem tudom, fél óránként arra, hogy mindjárt meghalok, olyan melegen van. Illetve a levegő is sokkal frissebb és jobb itt, szóval nagyon-nagyon jókat alszom. Utána lezuhanyoztam, haját mostam, sminkeltem egy picit, mert szerintem a sminkem fele le fog olvadni, mert hogy nagyon-nagyon szép idő van kint és meleg van. De nem baj, azért tettünk fel valamit. És indulok a városba egy picit. Szerintem ott úgy is mutatok valamit, valahol szerintem majd megebételek, illetve van itt Tiki Max, ami ugye tudjátok, szerintem, hogy az egyik kedvenc üzletem. Meg Müllerbe is szeretnék majd menni, szétnézni. Meg láttam ilyen fánykoszládem, mi az magyarul? Hát ilyen speciális ételeket árusító üzlet, ahol ilyen különlegességek vannak elsősorban. Oda szeretnék benézni, és így ennyi. Utána pedig majd jövök hazafelé, mert Martin, hogyha minden igaz, akkor ilyen 4 és 5 óra körül ér majd haza. Azt mondom, hogy haza, de értitek, szóval ide-vissza. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen volt a próbanapja. Ahogy ugye mondtam, hát ez, hogyha nagyon tetszik neki, és nagyon elégedett vele, akkor afelé billenti a mérleget, hogy költözzünk. De rengeteg kérdés felvet ez az egész költözés, úgyhogy nem olyan egyszerű ez a dolog, hogy akkor rögtön utána nyakunkba is vesszük azt, amink van, és költözünk, de úgyis update-elni fogok így róla, hogyha lesz miről. Igen, veszem a papucsomat, és indulok most már, mert már tényleg ideje elindulnom. Itt is vagyok már a Sétaló utcán, és ahogy halljátok, dél lett időközben. Amúgy annyira tetszik, hogy itt tényleg van egy központi része a városnak, ahol van élet, ahol vannak boltok, ahol vannak éttermek, és ahol ilyenkor is vannak emberek. Szóval Zólingenben ilyen sajnos nincsen. Na igen, persze ott a környéken is biztos vannak még olyan városok, ahol ilyesmi van. Zólingen szerintem az ilyen csodabogár ilyen szempontból, nem szeretem azt a várost, de ezt szerintem már mondtam nektek. Na igen, most mennem kell postára, mert hogy itt van nálam 2 darab levél, amit el kell küldenem az adóbevallásunk Martinnal, úgyhogy azokat feladom. És nézzétek csak, ott van ilyen elvihető könyvek, azt mindjárt megnézem, hát hogyha találok valami kincset. A TK Maxen már készen vagyok. Nem sok mindent találtam, de nem is baj, egy pár fűszert vásároltam, én is meglepődtem rajta. A Zúlingeniben nem szokott ilyen jó kínálat lenni fűszerekből, mint itt. És bejöttem abba az étterembe, ahol tegnap is vacsoráztunk, mert hogy már nagyon-nagyon éhes voltam. Úgyhogy az az igazság, hogy az ebédi étlapról nagyon-nagyon nehéz volt választani, mert hogy mindenhez volt hús. De megkérdeztem, és volt ilyen sütőben sült zöldségkeverék, amihez ilyen kis fasírszerűségek járnak elvileg, de kérhetem vegetáriánus módon is, úgyhogy az lesz most majd az ebédem. Nos, íme az ebédem. A sült zöldségek, egy kis tejföllel, hát olajos, úgyhogy óvatosan fogok vele benni, és hozzá egy csali, amiből sajnos nem tudok még mindent megenni, de a nagyját igen. Na, ma már 31-e van, szerda, és mi pedig már úton vagyunk haza. Remélem látjátok az arcomon, mennyire örülök neki. De mindegy, a macskák azért hiányoznak, meg öcsém is. Tegnap ugye a városban voltam, utána pedig képzeljétek el, hogy elgyalogoltam addig az ilyen ételkülönlegességeket áruló üzletig, ahol mindenféleképpen szerettem volna egy fűszerkeveréket beszerezni, mert Petraéknál azzal készült ételeket ettünk, és nagyon-nagyon ízlett. Na, és ebben az a különlegesség, hogy hát egy ilyen, nem akarok hazudni, egy ilyen 2 kilométerre volt csak, úgymond, ez az üzlet, viszont egész idő alatt, hogy hegynek felfele mentem, úgyhogy egy pöppet leizzadtam a végére, mindegy, egy kis mozgás azért belefér, viszont a legnagyobb csalódásom az az volt, hogy ott állok az üzlet előtt, és egyszerűen nem volt nyitva. Pedig megnéztem a neten a nyitvatartási idejüket, és nyitva kellett volna, hogy legyenek, úgyhogy azt a fűszerkeveréket nem tudtam beszerezni, viszont utána megkaptam Petraéktől azt, ami nekik otthon volt, mert azt mondták, hogy ők úgyis bármikor be tudják szerezni, úgyhogy nagyon-nagyon kedvesek voltak.
Igen, utána nem kellett hazagyalogolnom, mert Martin Luther King készen lett a próbanapjával, és útba esett neki engem felvenni hazafelé, vagy hát Petreikhoz úton. A próbanapja amúgy egész jól alakult, viszont még nem dölt el, hogy akkor költözünk-e vagy sem. És hogyha őszinte akarok lenni, akkor úgy érzem, hogy inkább a nem költözünk felé hajlik a mérlegnyele, sajnos. De ezt még át fogjuk beszélni, és minden szempontot figyelembe kell vennünk, mert azért elég nagy döntés, hogyha meghozzuk ezt a döntést. Szóval igen, egyet kell értenünk benne, az biztos. És igen, ma már úton vagyunk. Ja, még azt akartam mondani, hogy tegnap tök jó volt, mert este még így Petráékkal töltöttük az időt. Megint nagyon-nagyon finomat vacsoráztunk náluk, csináltak. A sávszkézei, meg nem mondom, hogy az mi magyarul. Valamilyen ilyen fetasajtot, azt hiszem, hogy mondhatjuk fetasajtnak, azt sütöttek meg sütőben, úgyhogy előtte be volt pálcolva pont ezzel a fűszerkeverékkel, amit meg is kaptunk, illetve salátát tettünk hozzá, és valami mennyei volt, és a legnagyobb meglepetésem, mert én ugye nagyon-nagyon odafigyelek a zsírbevitelre, semmi problémám nem volt tőle, pedig hát megettem belőle egy ilyen, nem tudom, egy darabot, úgyhogy nem sokat természetesen, de nem lett tőle semmi bajom, hála az égnek. És utána pedig tök jó volt, mert társasjátékoztunk, ilyen blöffel játszottunk, ami ilyen kocka játék, és én még sose játszottam, viszont kétszer nyertem. Úgyhogy tök büszke voltam magamra, szóval nagyon-nagyon szép este volt így velük, és ez már most hiányzik. Az a baj, hogy itt Zuengemben egyszerűen tényleg nincsen senki, akivel bármit is tudnék, vagy tudnánk így csinálni. Igen, szóval ez így nagyon-nagyon hiányzik számomra, az a fajta jó társaság, akivel tényleg jól tudom érezni magam. Na mindegy, igen, most szerintem így ennyi, majd még otthonról bejelentkezem, szerintem megmutatom az ilyen kis apró szuveníreket, amiket vettem, én meg a macskákat természetesen, hogy hogy örülnek nekünk. Hazaértünk, nézzük a jószágállomány, mennyire örülnek nekünk. Tudja, az így mindkettő. Nem, Radagaszt itt van. Hát szia, nagyfiú. Hát sziasztok, itt van Friducsi is. Hát mi van mamának szeme fényei? Na mi van? Hát szia. Frida, gyere ide. Gyere ide, mama. Mama is zu Hause. Na te! Te szép, Radagasz, gyere! Jaj, ne ijedj meg csak a paphoz! Na mi van veletek? Rida! Na mi van? Na mi van? Geschlafen? Ich glaube, beide haben geschlafen. Igen, mamának idegen illata van. Frida, mit csinálsz mamának a szőnyegével? Frida! Hát szerintem Frida lesz szarja, hogy most jöttünk meg. Szerintem aludt. Radagaszt már annál lelkesebb. Hát kikapart macska, hanem ugye. Radagaszt! Na mi van? Na mi van? Hadd adjak egy puszit, gyere ide. Gyere. Nem szereti. De nem baj. Fritucci, galucci. Na, ide. Gyere ide mamához is. Gyere mamához, gyere. Frida. Hát ő most papázik. Radagaszt is itt van. Akkor gyere te mamához. Jó. Jó, jegyele meg. Szerintem ezt az örömöt csak azok értik meg, akiknek szintén van háziállatuk. Milyen jó érzés hazajönni hozzájuk. Még akkor is, hogyha így fogadják az embert. Gyorsan megmutatom még nektek a vásárfiát. Martin meglátta a Titizénél, a Tititónál, nem tudom magyarul, hogy hívják, a Souvenir Shopban ezt a hát, macskát, ami amúgy szörnyű hangot ad ki.
Ez elvileg dorombolás kéne, hogy legyen, hát szerintem ez minden, csak nem dorombolás. És nem tudta otthagyni, mert hogy ez a cica tényleg úgy néz ki, mint Frida. Mi pedig elég macska bolondok vagyunk, és nagyon-nagyon hiányoztak a macskáink ez alatt a pár nap alatt is, úgyhogy Martin ezt végig utána az ágyon tartotta. Aztán a titizénél vettem még egy ilyen szappant, kézműves szappant. Mi ez? Mézet, mézcsorgatót, és ilyen fekete erdei megy tea keveréket. Ezek a titi, tói szuvenírek, annyira fura amúgy így a nevét kimondani. Ez pedig az a fűszer, amit szerettem volna ebben a kulináris ládenben, kulináris üzletben megvásárolni, és sajnos nem is sikerült, de megkaptam így is, és nagyon-nagyon örülök neki, mert elképesztően jó. Ezeket pedig a TK Maxx-ben szúrtam ki. Ez spanyol füstölt édes paprika, szerecsendió, ez egyszerűen jó áron volt, azért vettem meg, illetve a Vegánc márkától van itt ilyen sötét szósz, amiből ugye ilyen szósz lehet keverni, úgyhogy azt is megvettem, illetve hát ez aztán abszolút nem ide tartozik, de szárított paradicsomot is vettem, illetve Svájcból pedig ezt a kis emléket hoztuk magunkkal. Most pedig már elkezdtünk egy kicsit takarítani, porszívózni, a macskalmakat ki kell takarítani, illetve már a szennyest válogatom. Szóval mindjárt megfordítom a kamerát, és szerintem el is köszönöm. Szóval ennyi volt ez a mostani vlog. Remélem, hogy tetszett nektek, és hogy tudtam valami érdekeset vagy újat mutatni. Innen el kell pakolnom, mert hogy Radagaszt már mindent kóstolgat, meg nézeget, illetve ahogy mondtam, van mit csinálnunk, és még Martin szüleihez is el kéne mennünk. Szóval a vlogot azt remélem, hogy ma még fel tudom tölteni, ha más nem, akkor látjátok holnap. És amit még mindenképpen el szerettem volna mondani, az az, hogy augusztus 10-én, azaz jövő hét szombaton lesz találkozó Kölnben. Hogyha valaki itt lakik a környéken és szeretne eljönni, akkor Facebookon, a csoportunkban, aminek a linkjét megtaláljátok a videó alatt az infoboxban, létrehoztam egy eseményt ezzel kapcsolatosan, ott lehet visszaigazolni, hogy ki az, aki el szeretne jönni. Ez azért lenne fontos, mert úgy intézek, vagy szólok akkor egy helyszínen, ahova gondoltam, hogy beülhetnénk. És hogyha esetleg nincs Facebookotok, vagy nem szeretnétek ott visszajelezni, akkor pedig itt kommentárban írjátok meg, léci, hogy ki az, akinek passzol ez az időpont, és szeretne is el is tud jönni erre a kölni találkozóra. Hogyha a Facebook eseményt nem tudjátok látni, akkor a hajam, elnézést, a hajam, mindegy, akkor ugye, ahogy mondtam, augusztus 10-e, jövő hét szombat, délután 2-kor találkozunk a kölni Hauptbahnhofnál, és utána meg majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha minél többen eljönnétek, akik el tudnak természetesen, és amit még mondani szerettem volna, hogy arra gondoltam, hogy tök jó lenne esetleg könyveket, meg nem használt smink és szépségápolási kencéket esetleg csereberélni. Szóval, hogyha van ilyesmitek, akkor hozzátok el nyugodtan, hát hogyha új gazdára lel, és ti is valami újdonsággal térhettek haza. Ennyit gyorsan így erről a találkozóról, de ahogy mondtam, Facebook esemény, szóval gyertek a csoportba és nézzétek meg az eseményt, és jelezzetek, léci vissza. És igen, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Találkozunk legközelebb, addig is legyetek jók, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Tudom, hogy már elköszöntem, de ezt muszáj volt nektek megmutatnom. Radaga szerintem most nem nagyon szeretné, hogy megint elmenjünk, úgyhogy nyugi van, bébi, most itthon maradunk egy darabig. Na igen, sziasztok!